la la la. Logo labo loga, ninja shemmi dolga, metho dolga volna, alába se lógna, alába se lógna. Te kerekítő Manó, mit csinálsz itt? Nem látod? Lógatom a lábamat. Ó, látom. Unatkozol? Igen, nagyon unatkozom. Nem történik semmi izgalmas, semmi érdekes. Csak így ülök, és lógatom a lábamat. Te kerekítő Manó, nem lenne kedved készíteni egy kis sógyurmát? Mi? Egy kis sógyurmát. Jaj. Na hát, abban szitálhatnál. Mit a sót? Nem a sót. Hát a sógyurmához kell liszt is. Liszt? Liszt? Lisztet kellene szitálni? Igen, arra gondoltam, hogy segíthetnél. Juhú! Jövök szitálni! Azt nagyon szeretnék! Lisztet szitálok! Lisztet szitálok! Juhú! Te kerekítő Manó, fel kellene venni a konyhai köténykédet meg a sapkádat, nehogy koszos legyen a ruhád, ami közben szitálod a lisztet. Jó, jó. Látom, te már felvetted. Nagyon szép kötényed van. Igen, nekem is van. Na gyere, segítek neked is fölvenni, jó? Így, ide beakasztjuk a nyakadba, meg átkötjük a derekadon, nehogy munka közben leessen rólad. Hú, kerekítő Manó, hát neked milyen nagy hótopocakot lett. Jaj! Hú, hát alig ért téged körbe ez a kis kötény. Hát mi történt, mikor nőtt meg ilyen nagy pocakod? Jaj, nem tudom. Hát egyszer csak így ilyen nagy lett, úgy látszik, sokat ettem. Hát bizony. No, föltesszük még ezt a kis sapkát. Gyere. Így. Na-na-na-na-na-na-na. Szitálni fogok. Tra-la-la-la-la-la-la. De jó, lapátolhatom a lisztet? Igen, gyere, kerekítő Manó. Úgy, ügyesen tedd bele a szitába. Így, inni. Úgy. Jó, de jó, szitálni fogok. Na, koncentrálj, kerekítő Manó, nehogy szana szét potyogjon a lisztecske, amit pontosan kimértem. Jó, figyelek. Na, kicsit tegyük ezt félre, gyere, szitáld akkor bele a lisztet. Szitta, szitta, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Szitta, szitta, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Ó, kell még szitálni? Igen, kerekítő Manó, kell még szitálni. Akkor belemerem ezt a többi lisztet is. Így. Na. Várj, kerekítő Manó, szerintem segítek neked, megemelem, jó? Így. Egy. Egy. Megérett a megy. Kettő csipke bokor vesző. Három, te leszel a párom. Négy. Hát te hová mégy? Öt, érik a tök. Ó, még egy kis kanálkával van, Ági, azt is belemerem. Úgy, ügyes voltál, kerekítő Manó, akkor most hozhatod a kanaladat, szitáljunk, jó? Szitta, szitta, szolgáló, van liszted eladó, van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Szitta, szitta, szolgáló, van liszted eladó, van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Hú, kerekítő Manó. Jaj, mi az? Mi történt? Nem jól csináltam? De nagyon jól csináltad, de itt mászik a pondró. Hol? Hol? Mászik a bogár,
nagy lábával megesz téged, nagy szájával nyom 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 nyom. Jó, már tényleg azt hittem, hogy egy igazi pondró. Na, még szitálok egy kicsit. Szita, szita, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Ho-ho, pondró, 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 pondró. Kerekítő Manó, nagyon ügyes voltál, beleszitáltad az összes lisztet. Igen, ott vannak a lisztecskék. És most beleöntöm a sót, a sót, a sót, így. És arra kérlek, hogy keverd össze a kis kanaladdal. Jó! Keverem, kavarom, keverem, kavarom, keverem, kavarom, keverem, kavarom. Jaj, Ági! Tessék, kerekítő Manu. Jaj, ez nagyon nehéz. Nehéz? Igen, nagyon nehéz összekeverni a lisztet a sóval. Kerekítő Manu, az nem lehet olyan nagyon nehéz. De nehéz. Ez egy nagyon nehéz munka. Nem nehéz, Kerekítő Manu, nagyon ügyesen csinálod. Jaj, elfáradtam. Elfáradtál? Akkor egy kicsit keverem én, jó? Te meg nézzed, pihenjél, és majd én jól összekeverem. És amikor összekevertük, akkor beleöntjük ezt a szép kis kék vizet. Ó, kék színű gyurma lesz. Igen, kék színűt csinálunk. Figyelj csak. Jaj. Én ebben nem nyúlok bele. Nem nyúlsz bele, kerekítő Manu? Nem, ezt keverte. Jó, keverem. Keverem, kavarom, keverem, kavarom, keverem, kavarom, keverem, kavarom. Gyúrhatod a tésztát. Jó! Gyúrom a tésztát, gyúrom a tésztát, gyúrom a tésztát, gyúrom a tésztát. Ági, te is gyúrd meg. Rendben, meggyúrom én is. Gyúrom a tésztát. Gyúrom a tésztát, gyúrom a tésztát, gyúrom a tésztát. Kerekítő Manu, jól meggyúrtuk ezt a tésztát, most lehet nyújtani. Jó, de jó! Tessék! Nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát. Most te is, Ági. Rendben. Nyújtom a tésztát. Nyújtom a tésztát. Nyújtom a tésztát. Nyújtom a tésztát. Kerekítő Manu, ezt még egy kicsit nyújtani kell, de fordítok rajta. És úgy sokkal szebb lesz. Jaj, de szép! Nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát, nyújtom a tésztát. Így. Jaj, most szaggatunk? Igen, most szaggatunk. Jó, de jó! Ilyen szép kis csillagokat? Igen. Gyere, ügyeskedjél. Szaggatom, 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 szaggatom. Ági, te is? Jó, én is szaggatok. Szaggatom, 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 szaggatom. De szépek lettek, és ezeket most kisütjük? Ki is lehet sütni, Kerekítő Manu, de hogyha kitesszük az ablakpárkányra, ott is meg fog száradni.
Jaj. És akkor fel lehet akasztani? Igen, de majd csinálunk bele egy kicsi lukat, hogy fel lehessen akasztani, jó? Jó. Mivel csinálunk lukat? Hát, csináljunk szívószállal. Jó. Jaj, 8 csillagot csináltunk. Igen, kerekítő Manó 8-at. Jó, de szép. Nagyon izgatott vagyok. Hogy nagyon el is fáradtam. Hát elhiszem, kerekítő Manó, de ugye most már nem unatkozol. Nem. És ugye érdekes volt. Igen, ez egy nagyon érdekes játék volt. Á, kerekítő Manó, ez nem játék. De egy játék. Nekem játék volt. Hát örülök. Ha játék, akkor legyen játék. Igen, ebben megegyeztünk. Szitta, szitta.